A tüdőszűrés, a TBC-s megbetegedések visszaszorítása érdekében az idén is kötelező a 30 évesnél idősebbek számára. A vizsgálatot Hajdúszoboszón a járóbeteg ellátó centrum földszintjén található Röggenben biztosítják a lakosságnak május 6-a és szeptember 6-a között. Ezt követően szeptember 30-áig még pótolható a részvétel. Hajdúbiharban meghaladja a 25 ezreléket a TBC-s megbetegedések száma, ezért továbbra is érvényben van a lakosság évenkénti szűrésének elrendelése. Ha a friss TBC-s megbetegedések aránya elér egy bizonyos százalékot a lakosság összszámához viszonyítva, akkor kötelezően el kell rendelni az ANTS-nek a szűrést az adott területen. Na most ez megtörtént tavaly is, tavaly előtt is, mind a kétszer olyan eredményt észleltünk, jelentéseket, amely alapján kénytelenek voltunk elrendelni a kötelező tüdőszűrést. Megdöbbentő, hogy a TBC-t valamikor magyar betegségnek tartották, s noha átmenetileg sikerült visszaszorítani, újra támad a kórokozó. Volt egy kedvező időszak, ugye, amikor folyamatosan csökkent a TBC megbetegedések száma, aránya Magyarországon. Azt tudni kell, hogy ezelőtt ugye 80-100 évvel ezt magyar betegségnek, ugye Morbus Hungaricusnak tartották, mert rendkívül módon el volt terjedve Magyarországon a TBC. És tudjuk, jó, ez egy halálos betegség volt akkor is, de sajnos azt kell mondani, hogy néhány esetben még most is halálos lehet. Nem tudják néhány esetben kezelni, mert olyan rezisztens a kórokozó, ami az adott betegséget okozza az adott egyénen. Tehát viszont az utóbbi időben újra emelkedik a TBC-s friss megbetegedések száma Magyarországon, ezen belül Hajdúbihar megyében is, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy Hajdúszoboszlón is. És ez a lakosság kevésbé van tisztában, ugye más mindenhonnan ugye szív megbetegedések, ér megbetegések, daganatos megbetegedések, ugye ezek a slágerek, vagy cukorbetegség, hogy ne is soroljon tovább, de bizony a TBC-re is oda kell egyre jobban figyelni, mert terjed. És nem csak a elhanyagolt, hajléktalan, rossz szociális körülmények között élő emberek között, hanem bizony jó körülmények között élő embereknél is észlelhető. Fontos tehát, hogy minél korábban felfedezzék a bajt. Lassan kezdődő betegség, hosszú a lappangási ideje, és elmosódottan kezdődik, bizonytalan tünetekkel, érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni, érdemes minél hamarabb akár egy mellkasröntgent végezni, illetve tüdőszűrésre eljárni. A vizsgálat megszervezéséről a helyhatóságoknak kell gondoskodniuk, miután a Bányász utcai szűrőállomás elavult, tavaly a Kenézi Kórház modern szűrőbuszára sikerült szerződést kötni. Ez azonban sokak számára kényelmetlenséget okozott, így praktikusabb megoldásra törekedtek. Az előzetes egyeztetések után a szakhatóság hozzájárult az új helyszínhez, és rendszeresen figyelemmel kísérik a megvalósulást. Nem teljesen ideálisak a körülmények, de azt kell mondjam, hogy a lehetőségekhez képest jó munkát végzett a JEC, és megfelelőnek ítélhetők azok a körülmények, amiket teremtettek a szűrés lebonyításához. Természetesen a szolgálat menet közben is folyamatosan fogja monitorozni a szűrést, együtt működve az önkormányzat megfelelő munkatársával, illetve magával a járóbetegcentrum munkatársaival. Legközelebb 3 hét múlva értékeljük az első hónapnak a tapasztalatait, és ha úgy alulik, akkor módosítanak, változtatnak. Sikerült tehát kulturáltabb feltételeket biztosítani, nem kell Debrecenbe utazni, vagy szűrőbuszra fellebotladozniuk az embereknek. A járóbetegellátó megkapta azt a kódot, amivel jogosultsága van arra, hogy tüdőszűrést lebonyolítson a városban. Ezért a időbeni elkülönítés és munkaszervezésekkel a röntgen gépeivel meg lehet ezt a feladatot oldani úgy, természetesen, hogy a röntgenben érkező betegek elsőbséget fognak élvezni. A szűrés időbeni beosztását ebben az évben célszerűbben alakították ki, a körzetekhez igazították. Mivel a vizsgálat kötelező, a lakosok nem fognak névre szóló idézést kapni. Ennek kiváltására a Hajdúszoboszló ezen lakosait felölelő rendszert kellett választania az önkormányzatnak, hogy meghirdesse a kötelező szűrést, ez pedig nem lehetett más, mint a házi orvosok általi körzetek, mert a körzetben, tehát lakik, mindenki lakik valahol, tehát utca névjegyzék szerint tartozik egy körzethez.
Na most, aki nem tudja, hogy ő melyik körzethez tartozik, mióta szabad orvosválasztás van, és neki választott orvosa van, nem egyezik meg a körzeti orvosa a választott orvosával, akkor arra kérem, menjen el abban az időpontban, ahol a választott orvosa időpontja áll. De egyébként ebben az időpontban minden lakost, mindenkor le fogunk szűrni, és nem küldünk el senkit. Eredeti körzetüknek megfelelően, és akár időponttól függetlenül jelentkezhetnek tüdőszűrése annak a háziorvosnak a betegei is, akinek nincsen területi ellátási kötelezettsége. A vizsgálat alól csak azok mentesülhetnek, akiknek az elmúlt egy évben szükségük volt időröngenre. Ezeknek a leleteknek a másolatait októberben kell beadni a tüdőgondozóintézetbe. Hajdúszoboszló önkormányzata most is gondoskodik a fiatalabb nemzedék szűrésének lehetőségéről. A tüdőszűrés mindenki számára ingyenes. Tehát 30 év fölött kötelező és ingyenes, 30 év alatt nem kötelező, de akkor is ingyenes, mivel hogy Hajdúszoboszló város önkormányzata tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is elkülönített a költségvetésében meghatározott összeget arra, hogy a 30 év alatti lakosainkat is le tudjuk szűrni, és természetesen ezt ugye nem finanszírozza az állami ellátórendszer, ezért a végrehajtónak, Magyarul Járóbeteg Ellátócentrumnak ezt ki fogjuk fizetni. A járóbeteg ellátó centrum felújításával együtt pályázati segítséggel új gépeket vásároltak. Látva a tavalyi szűrés okozta bonyodalmakat, elhatározták, megteremtik a szükséges körülményeket az intézetben. A feladat nem egyszerű, hiszen mintegy 16 ezer emberről kell röntgenfelvételt készíteni az elkövetkező hónapokban. Emellett a röntgenbe beutalt pácienseket is el kell látniuk. Ennek az összehangolása nehéz volt. Erre ember kell, úgyhogy ezt úgy tudtuk megoldani, hogy a röntgenosztálynak a munkáját átszerveztük. El kell mondanom, hogy a dolgozók maximális együttműködésükkel ebben nagyon sokat segítettek. Egy-két régi dolgozót is visszahívtunk, akik nagy örömmel jöttek. A szűrésre a röntgen ablakánál kell bejelentkezni a szokásos okmányokkal. A betegekkel ellentétben a résztvevőknek ezután az oldalt lévő mozgáskorlátozott bejáratnál kell várakozniuk a behívásra. Azt szeretném a lakosságtól kérni, hogy ha néha néhány percet várni kell, az nem azért van, mert elmentünk fekete kávézni, vagy elmentünk egy jó filmet megnézni, hanem azért van, mert esetleg egy végtagtörött kisfiú érkezett, akit le kell röntgenezni, vagy esetleg olyan röntgenvizsgálat érkezett, ami akut ellátást igényel. Ezek az akut ellátások, ahogy ki is írtuk az ajtóra, ezek elsőbséget fognak élvezni. A tüdőszűrése minden munkanapon 8 és 18 óra között van lehetőség a járóbeteg ellátócentrum földszintjén. A foglalkozás egészségügyi igazolások azonnali kiadására a szervezett szűrés keretében továbbra sincsen mód. Amikor most megcsináljuk a szűrést, az bekerül egy adatnyilvántartásba, és lehet a lakosság nem tudja, azt először meg kell nézni egy radiológusnak, utána pedig egy tüdőgyógyásznak. És majd a tüdőgyógyász fogja azt mondani, hogy az a páciens, akinek a filmjét nézi, gümőkormentes, ez 4-6 hetet fog igénybe venni. Tehát akinek sürgősen, akutan kell ez a lelet, az ne oda menjen, mert 4-6 hét múlva fog leletet kapni, ha az ingyenesre szeretne menni. Hogyha valakinek egy-két napon belül kell, akkor sajnos a régi módszerhez kell folyamodnia, amit az egész országban így csinálnak, hogy az intézményünk tüdőosztályára fog fölmenni, és ott 1700 forint befizetése után egy 24 órán belül megvan neki ez az eredmény. A lakossági tüdőszűrés első napján 164 ember jelentkezett vizsgálatra. Ott jártunkkor, másnap délelőtt gyírebb érdeklődés mutatkozott, nem kellett át sokáig áldogálnia senkinek. Minden rendben volt, ment hamar. Elégedett a körülmények? Elégedett, igen, elégedett vagyok. Fontosnak tetszik tartani a tüdőszűrésen való részét? Igen, fontos, mert így legalább a betegeket kiszűrik. Aki beteg, gyógyítsák.